Megérkezett a mozikba az Az második része, és bizony, mint minden más folytatásnál, ha meg szeretnéd nézni a filmet, nem árt, ha tudod, miről szólt az első rész. Ha esetleg elszalasztottad megnézni, vagy csak simán olyan régen volt, hogy már alig emlékszel rá, akkor szerencséd van, mert a Freak Show most összeszeret mindent, amit tudnod kell ahhoz, hogy lásd a második részt. Csapjunk is bele! Az horrorfilmek Stephen King könyve alapján készültek, és alapvetően egy amerikai kisváros Derry eseményeit követik nyomon. A főszerepben Billy-t kísérjük figyelemmel, aki egy 13-14 éves kisfiú, akinek kisöccse Georgie a közelmúltban eltűnt. Billynek nehezére esik feldolgozni kisöccse elvesztését, ebben barátai segítik, vagyis a pufi romantikus lélekben, a vagány Beverly, a nagy dumás Richie, az anyám asszony katonája Eddie, akit az anyja még a széltől is óvni szeretne, a kicsit megfeszült Stanley és a kötelező afroamerikai Mike. A baráti társaságban többeknek nehéz időszaka van, Beverly-t molesztálja az édesapja, Stanley-re komoly nyomást helyeznek a szülei a zsidó vallás követelményei és közelgő bármicvója miatt, Eddie-t az anyja szinte túszként akarja maga mellett tartani, Ben kövér, Mike pedig fekete, tehát senkinek nincs könnyű dolga az életben, de ez közelebb hozza a barátokat egymáshoz, és névlegesen elnevezik a társaságot Loserek klubjának, ami egy visszatérő név a filmben. A Loserek klubja egyébként abból ered, hogy egyik gyerek sem igazán népszerű a környéken, ha úgy tetszik, nagypályás lúzerek mindannyian. Mi tudjuk, de Billy eleinte nem, hogy kisöccse Georgie nem csupán eltűnt, hanem Pennywise áldozata lett, aki egy olyan entitás, aki 27 évente felébred álmából, hogy gyerekekkel csillapítsa az étvágyát. Pennywise bár általában bohócként jelenik meg, valójában bármilyen formát fel tud venni, és néha variálja is a külsejét, hogy minél jobban megrémítse az áldozatot, ugyanis a félős gyerek a kedvenc ellensége. Pennywise ténykedése évszázadok óta tart, és eddig sikerült viszonylag titokban eszegetni a gyerekpesényét, ám most a Puffy Ben kutató munkájának köszönhetően a csapat felismeri a 27 évente bekövetkező katasztrófa ismétlődő mintáját, és rájönnek, hogy a városban valaki gyerekeket gyilkol. Mondjuk nehéz dolguk nincs, ugyanis Pennywise rendszeresen feltűnik és a frászt hozza a gyerekekre, ám ők eltökéltek és elhatározzák, hogy szembeszállnak a démonnal. A végső küzdelemnek a Derry alatt fekvő csatornahálózat ad helyszínt, ahol megtalálják Pennywise fészkét és a Loserek klubja páratlan bátorsággal jól ellátja a bohóc baját, aki visszavonulót fúj és haldokolva visszahúzódik a csatornahálózat sötét zugaiba, ahova a gyerekek már nem tudják követni. Bár a filmben nincs külön kiemelve, Pennywise-ról tudjuk, hogy egy több millió éves entitás, aki már nagyon régóta a Földön él, és 27-30 évente fel kell az álmából kajálni egyet. Ebben az időszakban Derryben mindig látványos tömeggyilkosságok történnek, ám mindig sikerült elkerülnie a komolyabb rivalda fényt. Általában valamilyen tömegbaleset vagy tragédia volt a fedősztoria a sok halálesetre. Amit viszont még tudni lehet róla, hogy képes a felnőttek fejébe piszkálni, kontrollálni őket, az emberek sokkal sötétebb gondolkodásúak és sokkal könnyebben szemet hunynak egy-egy gyerek eltűnése felett, ha Pennywise ébren van és kicsit megpiszkálja az agyukat. Másik fontos eleme Pennywise karakterének, hogy igyekszik az áldozatokat minél jobban megijeszteni, minél nagyobb rettegésben tartani, mivel úgy élvezi igazán az evést. Bár látszatra nagyon félelmetes tud lenni, azért ő is tud ám félni, és ez többször megmutatkozik a filmben. Nehéz felmérni a valódi erejét, és sokszor úgy tűnik, hogy valójában jelentősen gyengébb, mint ahogy az látszik, és ha erő hátrányba kerül, általában visszavonul az egyik rejtek helyére. Azonban jó vele vigyázni, erőssége, hogy kiismeri az ellenfele gyenge pontját, hogy mivel lehet igazán nagy traumákat kelteni az áldozatban, és ha sikerül félelmet ébresztenie, akkor nagyon gyorsan szétszincál bárkit. Egy másik fontos szála a filmnek Ben, Beverly és Billy úgynevezett szerelmi háromszöge. Hármójuk viszonya a következő. Billy már az elejétől kezdve oda van Beverlyért, és ezt a maga módján rendszeresen ki is fejezi a lány felé. Ezzel együtt a puffy kis romantikus Ben is szerelmes a lányba, ám közel sem olyan kezdeményező, mint Billy, ezért ő inkább egy névtelen szerelmes verssel próbálja elcsábítani a lányt. A vers beválik, legalábbis félig, ugyanis Beverly teljesen megbabonázza, de a lány eleinte úgy hiszi, hogy Billy írta azt, mivel ő az, aki láthatóan udvarol is neki. A film végén kettőjük között még egy csók is elcsattan, tehát igazából eldönni látszik a verseny, de a folytatásban hármójuk viszonyának még lesz szerepe, ezért érdemes vele tisztában lenni. Bár nem volt könnyű, viszonylag simán elintézték a bohócot, már-már túl simán, és ezt valahol ők is érzik. Ezért aztán zárásként a Loserek klubja véresküdt tesz, hogyha Pennywise visszatér a városba, megölik őt, ezúttal végleg. Nem kell nyomozó zsenének lenni ahhoz, hogy tudjuk, az eskü lesz az egyik fő mozgatórugója a második résznek, amiben a gyerekek már felnőttként térnek vissza a városba. Ez lett volna egy kis gyors talpaló, illetve emlékeztető, hogy mi is történt az első részében. Ha tetszett a videó, akkor nyom egy lájkot, ha szeretnél még többet látni, akkor iratkozz fel a csatornára, és kövess minket Facebookon és Instagramon is.
Hamarosan újra jövünk, addig is sziasztok!